Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jönnek is Call of Duty Ghost, Call of Duty Advanced Warfare kapcsán, mert gondolom ti is nyomon követitek az E3-at, és láttátok a game trailereket. Aki esetleg nem látta, az a leírásban megláthatja a Facebook oldalamat, oda kiraktam a követendőbb, értelmesebb játékoknak a trailerét, gameplay demóját, meg lehet csekkolni, meg lehet nézni, és meg lehet állapítani, ki melyik játékot szereti és várja. Idén nagyon jó játékokat fogunk kapni, és ugye ezek között ott van az a bizonyos mumus is, a Call of Duty Advanced Warfare, és ahogy az lenni szokott, ugye Call of Duty-val Battlefield-el foglalkozom a csatornámon, ahogy az lenni szokott, ki is alakult, hogy most melyik játék idén ad többet. Ugye tavaly azért mindenképp le lehet mondani azt, hogy a Battlefield 4 ebből a szempontból nagyon is nyerő volt, és többet tudott nyújtani, mint a Call of Duty Ghost. Annak ellenére, hogy a Call of Duty Ghost egy kiváló játék amúgy, csak hát a Battlefield valami igazán pluszt és többet és újabbat mutatott, mint a Ghost ugye az elmúlt 10 évben, de itt van nekünk most ez az Advanced Warfare, és mindenki, legalábbis akitől így hallom a véleményeket, eddig Advanced Warfare pártjára teszi a voksát, mert hogy többet mutatott, mint a Battlefield Hardline. Egy dolog, én a Battlefield Hardline bétájával ugye játszom, tetszik és tök jó a játék, az biztos, kicsit új, nem a tipikus Battlefieldes téma, ennyi biztos, de mégis azt mondják az emberek, hogy valahogy az Advanced Warfare több újdonság van benne, és tudna lenni az a Call of Duty, hogy na, igen, na most megcsinálják. És akkor én kicsi Necrocrim elmentem, és elkezdtem nézegetni a trailert, hogy na hát lássuk, mi ez a Advanced Warfare, ugye élőben nézem, és hát mit látok? Van jó, meg van csinálva, zuhan ugye a társaság, persze megúszszák a zuhanást, ahogy ez lenni szokott, és elindulnak szépen, és elkezdik likvidálni az ellenfelet, közben ott mászkálunk tankok, rájövünk, hogy az exo ruhával, exo páncéllal mennyi mindent lehet csinálni, köztük ugye van rászerelt jetpack, és akkor már lehet így ugrálni, és minden tök jó, és nagyon, nagyon szép, de ugye a feladat ugyanaz, mész és lősz. És akkor itt van most jön nektek itt így a kis kutató munka. Kérlek szépen menjetek el, és nézzétek meg a Modern Warfare 3 gameplay demóját, az E3-asat, nézzétek meg a Black Ops 2 gameplay demóját, az MW2 gameplay demóját, a COD 4 gameplay demóját, és mondjátok meg őszintén számomra, hogy mi különbözik azok között és az új gameplay demó között. Mindegyikben, ha nagyon megfigyelitek, akkor ott leselkedik ugyanaz a szisztéma. Mitől? Vagy zuhannak, tehát így indul a gameplay demo, évről évre, vagy zuhannak, vagy akció közben vannak, vagy balesetet szenvednek, de a lényeg az, hogy valami történik, valami esemény, amitől ki kell szállj az adott járműből, vagy be kell menni az adott járműbe, és majd kiszállj az adott járműből, és akkor miután kiszállsz az adott járműből, egy nagy csatatér fogad, város vagy nem város, de egy nagy csatatér fogad, és minden látványos, repülőpkednek, tankok mennek, és minden nagyon csinosan van megcsinálva. Emlékszem, a Kodnik gameplay demójában pont a iraki részt mutatták be, azzal mutatták be az egészet, hogy a helikopterek mennek, és minden nagyon látványos, és röpködnek a golyók, ugye? És akkor hát teljesíteni kell valami feladatot, és akkor ugye szépen körbutatják neked, hogy jaj, de szép a pálya, és milyen új ez a Call of Duty engine évről évre, mert most hihetetlenül lecserélték az engine-t, nem, még mindig nem cserélték le az engine-t, még mindig egy kicsit fejlesztettek a COD Ghost-os engine-en, és hogy szemnek tűnjön. Nos, és ugye megnézzétek a COD, MW2, COD 4, Black Ops 2, MW3 tipikusan, és ugye a COD Ghost, és mindegyik trailert itt megnézitek, és rájöttök, srácok, hogy ugyanaz. Szóval ugyanazt, még a gameplay demo is, az meg ugyanaz. És ugyanazt a szart próbálják letolni évről évről, ugyanazt a gameplay demót nézzük meg, és ugyanannak a gameplay demónak az alapján vesszük meg a játékot, és ugyanannak a multiplayer alapján vesszük meg a játékot. Jó, nem, azt hozzá kell adjam, hogy ez személyes vélemény, már 10 éve kodozom, szóval ezt látom én, aki most fog kodozni, tehát most kezdi el a kodot, vagy pár éve kodozik, egy-két éve kodozik, imádni fogja azt hiszem ezt az új Call of Duty-t. Ez jó cucc. Jó cucc lesz. Tehát nem akarom elvenni a kreditet a kodtól, belőlem 10 év beszél már azért,
De nem akarom elvenni tőle a kreditet, mert ez egy geci jó játék lesz, majdnem biztos, és megint meg fogja venni a fél világ, és igen, újra sikerül a Battlefield fölé kerekedni a Call of Duty-nek azzal, hogy valami többet nyújt ezzel a futurisztikus játékmenettel tulajdonképpen. Úgyhogy nagyjából ez várható az új Call of Duty-tól, tehát imádni fogják az újak, a friss gamerek, az biztos, hogy nagyon jó lesz. Az idősebbek pedig ugyanazt fogják kapni a pénzük, amit eddig is kaptak, 10 éven keresztül, hogy őszinte legyek. És mondom, annyira be voltam indulva, tehát nagyon be voltam indulva, új Call of Duty, anyád, de jó futurisztikus. Emlékszem, amikor néztem az első trélert, akkor anyád, mi ez a játék? Mi ez a játék? Ja, hogy ez kód? Mi a jó Isten? És akkor eljött az E3 ideje, és behozták ezt a gameplay demót, és így mi a jó Isten ez. Szóval a magas elvárásoktól egy kicsit elmaradt számomra, hogy őszinte legyek, és így vártam volna, hogy tényleg új, de nem, ugyanaz a gameplay demo trailer, mint éveken keresztül egy kis módosítással. A multiplayerre nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy ti mit vártok most a multiban, mit vártok, szeretnétek-e, hogy ez az exopáncél ott legyen? Én szívesen néznék egy ilyen kis RPG stílust a játékban, hogy ahogy fejlődik a karaktered, úgy tudod fejleszteni az exopáncélodat különböző extra képességekhez juttatni és így fejlődni. Így mondjátok le a véleményeteket, csekkoljátok le, nyugodtan csekkoljátok le az elmúlt évek Call of Duty gameplay demóit, és nézzetek ugyanazt. Nagyon kíváncsi ezek a multiplayerre, ez csak egy gameplay demo volt, nem ítélünk, majdnem biztos vagyok benne, ez a játék megint csak hit lesz, siker lesz, kurva jó lesz. Megint csak úgy néz ki, hogy a Battlefield fölé fog kerekedni, és komolyan várom nagyon, elfből nem fogom már megvenni, tehát őszintén elfből. Már azért sem adok ki pénzt, azért, amit amúgy se. Amúgy is ugyanaz évről évre. Majd, hogyha ilyen 10 eurója árulják, akkor megveszem, de tényleg. Akkor esetleg meg fogom venni, de 50 eurót most én nem fogok elkölteni egy olyan játékra. Le fogom tölteni torrentről, ez egyértelmű, tehát ezt el fogom játszani, meg akarom nézni a játékot. Nagyon várom azt a játékot, nagyon várom, hogy kijátszassam a single player-t, és belevessem magam a multiplayerbe, ha máshogy nem, akkor a botok által lévő multiplayerbe. Nos, és tényleg várós nálam ez a játék, kíváncsi vagyok rá, kíváncsi a single playerre, halál biztos vagyok, hogy nem fogok többet kapni, szebbet és extrábat, mert tényleg így nagyon gizda, hogy a fegyverek ilyen futurisztikusan néznek ki, a lőszer az már ilyen holografikusan ki van jelezve, és nem ott oldalt valahol. Ez nagyon profi megoldás, nagyon jó megoldás. Ugye a Dead Space-nél láthattuk először ezt, amikor egy ilyen hologram szinten jelenik meg, majd később Mass Effect, és nagyon jó ötlet volt ezt belevinni így a Call of Duty-ba is, és sokkal interaktívabbá válik ettől a játék. Nagyon jó ötlet volt ugye az exopáncélok, ami amúgy egy létező katonai technológia már, és ugye jobb mobilitást és erőt biztosít a tulajdonosának, úgyhogy mindenképpen egy nem annyira új már technológia igazából, csak hogy a játék terén felhasználják, mint új technológia. Nagyon kíváncsi vagyok ki Kevin Spacey szerepére ebben a játékban, ugye? Tehát akármit is csinálnak, ezek a kodos arcok jó buli, jó dolog, és jót találnak ki. Single player terén mindig is arattak, Battlefield fölé lényegesen kerekedtek, ezért bízom egy kicsit a Visceral-os srácokból, hogy akik a Battlefield Hardline-t fejlesztik most, mert ők fejlesztették a Dead Space-t kiváló történettel, és még egy csomó másik játékot, ezért most egy kicsit bízunk abban, és ők is ugye már dicsekednek, hogy nagyon jó lesz a single player, reméljük is, mert a Battlefield single player-ei nagyon gyengék, és a Call of Duty, tehát akármennyire hiszi, nem hiszi az embert, tehát Call of Duty sokan single player miatt veszik meg, mert a multiplayer-t ki se próbálják. De a single player annyira epic és élménydús, és ezt várható a mostanitól is, majdnem biztos vagyok benne, hogy ez is na, most igen ott lesz a szeren, ez a single player. Sőt, állítom, hogy van egy olyan érzésem, hogy jobb lesz, mint a Ghost, főleg a futurisztikus élménye miatt, főleg, hogy miket láthattunk a trailerben, a robotok miatt, stb. De ezt évről évre mindig láthattuk az új trailerekben. Ugyanezeket a jeleneteket, csak éppen az adott játéknak megfelelő köntösbe bújtatása alatt.
És nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit várhatunk a multitól ebből a szempontból. Szeretnék látni egy ilyen kis RPG stílust az exopáncéllel kapcsolatban. A minden évben azt meg kell hagyni, hogy a kód újít. Egy apróságot újít csak a multiplayeren, egy apróságot, amiért már pont megveszünk. És amiért már pont elkezdjük szeretni ezt a játékot. És őszintén leszek, most, hogy néztem ezt a trailert ebben a kódban, nem állt fel a szőr a hátamon, mint annó Code 4 és MV2 váltásnál, vagy ugye Code 4, Code WoW és MV2, tehát így jöttek. Tehát az MV2 olyan egy hirtelen és erőteljes váltás volt, hogy amikor néztem a gameplay-eket, a killstreak-eket, mindent, hát alig vártam, hogy megvegyem. És úgy éreztem, hogy na igen, ezért megérte kiadni 10.000 forintot, annó, mert ezzel a játékkal fogok játszani nagyon-nagyon-nagyon sokáig, és ez így is történt, mert nagyon-nagyon-nagyon sokáig játszottam az MV2-vel, még az MV3 megjelenése után is MV2-ztem sokszor inkább, mint MV3-oztam, mert annyival jobban élveztem, és annyival jobb is volt az a játék. De most újra itt van, és Advanced Warfare, és tudom, hogy hihetetlenül örülnöm kéne, mert hogy tök jó futurisztikus, és annyira jó ötlet volt végre egy ilyen környezetbe beletenni, tehát én így gondolom, hogy nagyon jó ötlet volt egy ilyen környezetbe beletenni ezt a játékot most már végre. De könyörgöm, miért ugyanaz a recept egy új környezetbe, na most ez olyan, mintha csinálnék egy csoki tortát, ami először egy rétegében csok is, oké, akkor a következő évben megcsinálnám, de a következő rétegébe lenne egy tejcsoki, meg egy étcsoki, és akkor már módosítottam rajta, és sokkal finomabb. A harmadik évben pedig teszek egy csoki öntetet is a tetejére, ugyanannak a csoki tortának, amiben van már egy tejcsoki, meg egy étcsoki réteg, akkor a harmadik évben pedig úgy döntöttem, hogy rárakok némi kakaó port, és akkor újra ott lesz ez a csoki torta, szóval ezért érzékelitek. Szóval most már ott tartunk, hogy a kakaó poros cseresznyés és csoki torta habbal, de még mindig csoki tortát eszünk. És ugye ez az Advanced Warfare, ez a futurisztikus játék, ez már a hab rajta, meg a cseresznye, de még mindig csoki tortát eszünk. És jól esik a cseresznye meg a hab íz, egy kis, ugye, pluszba, de az a tömény csoki is csak ott van már. Szerettem a csokit, imádom a csokit, azért is például azok csokival, de azért minden évben azt csoki tortát megenni, hát csak megúnom már évek alatt, nem? Úgyhogy nem tudom, őszintén nem is tudom, hogy mit várjak már ettől a Call of Duty-tól, hogy mi legyen, hogy hova alakuljon az játék, hogy mit találjanak ki, hogy visszavonzzák. Ti mit vártok tőle? Meséljétek, segítsetek, mi az, amit én meg kéne lássak ebben a játékban, hogy azt mondjam, hogy wow, ez a játék igen, oda tett, ez most nagyon jó gameplay demo volt, nagyon jó trailer, a trailer tényleg jó volt, azt én. Ti, akik mondjuk nem olyan régóta kódoztok, mint én, ti mit láttok ebben? Mi a varázs, ami megfogott titeket? Ezt mondjátok el nekem, tehát mi az a varázs, amitől ti szerelmesek lettetek gyorsan ebben a játékban, mi az, amit vártok a multiplayertől, mit látnátok szívesen, hogyan képzelitek el ennek az exopáncélnak a jövőjét a multiplayerben, hogy benne lesz-e, nem lesz benne, hamarosan úgyis kiderül pár hónap múlva. Szeretnétek-e például látni Killstreaknek azt a Juggernautot, ami ott mászkálgatott, ugye ilyen páncélban a tag és ott ment, vagy netán éppen egységgel egy tankba ülni ilyen Killstreaknek és ott menni a tankkal, ezek bizonyos négylábú tankkal, és úgy osztani a népet. Én például azt nagyon szívesen látnám, egy kicsit nagyobb pályákat látnám, egy kicsit jobban kihasználva a Killstreakeket, hogy masszív Killstreakek vannak, és keverve a nagy pályákat a kis pályákkal, ugye, hogy mindenki megkapja a megfelelő Call of Duty dózisát, és tényleg értelmes, nagyon jó készlékeket szeretnék, különlegesebb megoldással valamilyen szinten, szóval, hogyha mondjuk egy tank lenne a készlék valahogy, ne úgy legyen már megoldva, hogy minden évben ugyanaz a képernyő fogad, akkor, amikor kinyitom a laptopot, hogy én most irányítani fogok egy rakétát, tehát valami extrát, látványvilágot jobbat tudjanak belevinni, és remélem tényleg értelmes killstreakeket fognak hozni,
mert ha nem, akkor így alapvetően így el van veszve már megint csak az a játék. Az biztos, tehát a sikerre garantálva van ez a játék újra, megint csak. Főleg azért, mert az Xbox One, tehát az új generációs Xboxok már nagyon elterjedtek lesznek, amire kijön ez a játék. Nagyon jól, tehát a PC játékosok is alapvetően most addigra már fejlesztenek a játékon, itt az új Xbox, valószínűleg kijön Xbox 360-ra is, és Xbox One-osok egyre többen vannak, úgyhogy nem úgy lesz megakadva, mint a Ghost, hogy éppen akkor dobták ki, amikor még az Xbox One az éppenséggel pont piacra került, és a gamerek nem igazán váltottak még. Úgyhogy ennek a újkonnak minden esélye megvan a hatalmas sikerre, és igen, és megint úgy néz ki, hogy lehetséges, hogy Battlefield-et oda fogja verni, megint csak úgy néz ki. Nos, ennyi lett volna, várom a kommenteket, Necrocrim voltam, sziasztok!